Na jó reggelt, nem találom a selfie botomat. Úgyhogy jövünk ki, és megnézzük, hogy itt van-e kint a másik autóban. A Laci szerint valahova elvittem magammal játszótérre, és mintha ott látta volna az autónak a zsebében. Na, hol vagy? Aha. A rózsaszín az itt van. Jó, csak ez nagyon fog csattogni, mert ilyen full műanyag az egész. Na mindegy. Na nem jött ki a Lili. Jaj, ha már itt vagyunk kint, akkor megmutatom az aranyesőt. Gyönyörű, teljes pompájában. És igen, ő az aranyeső. Sokan összekeverik az aranyvesztőt az aranyesővel, de ez az igazi aranyeső, aminek olyasmi a virága, mint a lila akácnak. Úgyhogy most ő itt a... Hát nézzünk, az utcában ő a legszebb, ők sajnos elvirágzottak. Most ő így az utca elején a gyönyörűséges fa, csak megvakulok, annyira süt a nap, menjünk be. És nézzétek a hatalmas fenyőnk megint kijelölte az éves növekedését. Ennyit tervez. Hát ez mennyi? Ez egy ilyen, hát 15-20 centit tervez nőni. Szia, Lili! Sőt, ez itt szerintem már 30 centi is van durva. Most már majd itt az alsóbb ágait, ugye itt le kell vágni. Ezek a rózsák, és gyönyörű bokros mindegyik. Csak a kertész csapat segítségünk az sajnos nem tud már nekünk segíteni. Vagyis úgy, hogyha szólunk nekik, akkor így gazolni néha-néha el tudnak jönni, csak a fő kis kertész segítségünknek, a srácnak, kisbabája születik, úgyhogy értelemszerűen kevesebbet fognak ráérni, és nagyon-nagyon sok házhoz, családhoz járnak így segíteni, füvet nyírni, meg gazolni, meg metszegetni, szóval most talált a Laci egy, hát a szomszédot megkérdezte, hogy ő hozzájuk most ki jár, és úgy volt, hogy ők jönnek nekünk segíteni, hogy amikor ott végzett a szomszédban a fűnyírással, akkor felhívja a Lacit, és akkor átjön hozzánk. Na most ez volt 2 hete, azóta már 2-szer jött hozzájuk, és egyáltalán nem telefonált, szóval valószínűleg ők is tegyetve vannak. Megyek is be szerintem, még azt elmondom, hogy képzétek el, hogy nagyon-nagyon jól haladunk a szobatisztasággal. Úgy volt ugye, hogy azt mondtam, hogy június 1-ig kapnak haladékot a Liza és a Noé, és Liza valahogy kedvet kapott, és május 1-én elvettük a pelus nappalra tőle. És az első nap az ugye, ahogy lennie kellett, 2-szer ugye sajnos bepisírt, szegényként nagyon-nagyon sírt és csalódottnak érezte magát, de azóta viszont nem volt ilyen baleset, és ugye szombaton kezdtük el, azt hiszem szombat volt. Igen, szombaton reggel kezdtük el, szombaton még bepisít 2-szer, vasárnap tök ügyes volt, és már nem, szépen elment vécére, amikor kellett neki, vagy hát végül is én szóltam neki úgy 1,5-2 óránként, hogy kell-e, nem kell, de azért mennyi, hát tudjátok, ahogy ezt így most már kénytelenek voltunk csinálni, hogy ugye nem megvárni, hogy szóljon, mert akkor ugye baleset van, hanem el kellett gyorsan küldeni úgy 1,5-2 óránként vécére. És hétfőn már úgy ment oviba, és úgy is szóltunk bent az oviban, hogy az a délutáni alvásig, tehát ebéd utánig ne legyen rajta pálánka, viszont alváshoz mindenképpen adjanak rá, mert szombaton az első baleset az pont a délutáni alvásra történt, de én voltam a hülye, egyébként én csináltam rosszul, meg kellett volna ráadni pelus, de olyan gyorsan elszaladt felaludni, hogy már nem volt esélyem se, aztán felébeszélni még benne, mert nem akartam. Szóval Liza tök jól áll, és úgy gondoltam, hogy egyszerre 2 gyerkőccel nem vágunk bele.
hanem először a Liza, és a Liza már így biztos pont lesz és ügyes lesz. A Noé úgy is látni fogja, hogy a Liza milyen ügyes, úgyhogy akkor ő is kedvet fog kapni, és ez így is van. Noénak tegnap meghozta a futár a kis alsó naci csomagját, meg fogom mutatni nektek, meg hát a Lizának is a kis alsó kis bugyikat, nacikat megmutatom, mert el se tudtam képzelni, hogy ilyen drágaság van, hogy ennyibe kerül egy ilyen kis apró, kis falatnyi kis anyag, hogy ilyen drága, és hogy ennyire nehéz beszerezni a Lizának a méretében, ami úgy, hát neki mostan 98-as ruhái vannak, viszont nagyon kis vékonyka, szóval 92-es. De majd mindjárt felmegyek a Lizához, hogy én beszélem, és akkor utána majd megint elég vagyok, hogy ő hogy gondolja ezt a szobatisztaságot, meg megmutattam neki egy néhányat, amiket így vettem, így hirtelennyében, de megyek, ébresztem. Na, reggelizik Liza és Alexis. De ketten ilyen kis maci alakú májkrémes kifit kaptam. Ezt. Reggeliztek, igaz? Fincsi? És a Lizának, hát másodszorra próbálkoztam így befonni a haját, talán most már egy picit szebbre sikerült, csak annyi pici baba haja van, és ugye a forgói, úgyhogy látszik is itt, meg itt. Három kicsi forgója van, és nagyon-nagyon nehéz befonni a haját, és megpróbálkoztam, hogy ne szedjenek a kicsi baba hajai. DM-ben vettem neki ilyen. Ezzel lesz szerintem ilyen kifésülést segítő sprét, tök jó illata van, és hát legalább nem sima vízzel folyjon be neki, hanem kis illatos kis vizecskével, és akkor egy kicsit jobban tudtam vonogatni. Régen, még kislánykoromban nagyon szerettem a babák hajait fonni, úgyhogy alig vártam, hogy eljön ez az időszak is, hogy Lizának szép hosszú haja legyen. Nem szeretném, egyáltalán nem szeretném neki levágatni. Most körülbelül így már a derekáig ér a haja. Most várjuk ugye, hogy sűrűsödjön. Na mi újság, te mit szeretnél mondani? Finomat csináltam neked? Alexnek is most már időszerű egy hajvágás. Meg hát most már 28 fok van, meg is nézd. Sőt, oda nézzetek, 31 fok van, és szerintem most már nem süt oda a hőmérőre a nap. Úgyhogy amikor kimentem megkeresni a selfie botot, akkor volt 27,5 fok. Úgyhogy hű. Május, hanyadika van, gyerekek? Ugye megnézi anya. 11. Május 11-e van. Május közepén 31 fok, és holnap is 30 fok lesz bizony. Úgyhogy meg kell keresni a kis ruháidat, kis egybenyári ruhácskédet, egyél nyugodtan, aztán kibontunk egy csomagot, Liza. Jó? Rendeltem neked valamit, sőt, még egy valamit rendeltem, amit most hozott a GLS futár csomagot, viszont ez azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy holnap, vagy ma este, vagy holnap, nem tudom. Tehát lesz még a héten még egy vlog videó, az biztos. Jött egy csomag, amit a Lizának a farsangi nyereményéből rendeltem a gyerkőcöknek, és nem csak a három gyerkőcünknek, hanem az Ovinak a gyerkőcének is terveim szerint. És nem tudom, még egyszer megmutatom, hogy valakinek ez mond-e valamit, de ha aki nem tudja, akkor majd a következő videóban ki fogom bontani, és a Lizának a csomagját mindjárt megkeresem, és ő befejezte a reggelizést, akkor gyorsan azt is kibontjuk. A Liza végzett is a reggelivel, hát megette egy, nem is tudom, 8 perc alatt, úgyhogy szerintem én most nem reggelizek, hanem inkább gyorsan megcsináljuk a videót, és akkor utána is jön már Magdika, és akkor mennek el. Nem tudom, szerintem biciklizni fogtok menni, igaz? Bizony, vettünk a Lizának egy biciklit, ugye a nyereményt, a biciklit szerettünk volna nyerni az Ovi is farsangi versenyen, de majd erről is fogok beszélni egy következő videóban, szerintem, hogy mi volt ez a nyeremény, vagy hogy volt ez az egész, meg mi a véleményem, meg stb. Úgyhogy az a lényeg, hogy most már lett neki is egy pedálos, pótkerekes biciklije, úgyhogy oda fogtok elmenni? Jó, na akkor viszont most szerintem felmegyünk a szobájába, és kibontjuk gyorsan a csomagot, amit rendeltem neki. Kíváncsi vagyok, hogy fog-e neki tetszeni. Na, úgy döntöttem, hogy már nem itt fogok most a Lizának.
30 fokba szerintem pikpak meg fog száradni, és akkor nem is kell szárítógépezni. És hát megmutatjuk, hogy néz ki az ágyad. Ugye apával ezeket valamelyik nap lepakolgattátok bele egy kis tárolóba, és valahogy ezek visszaköltöztek így az éjszaka során. Unatkoztál? Liza visszapakolta az összes plüssátot, szóval arra szeretnének megkérni, Liza, hogy maximum 3-an legyenek majd itt az ágyikódban, jó? Jó. Mert nem félsz, hát ekkora pici, ezen a kicsi részen összekuporodtál, és csak, igen, ez a kis kedvenced most, ez a kis nyunyi, vagy nem tudom milyen macika, azt viszi az oviba, hát igen. És akkor vannak ilyen óriásiak, amit kedves nézőinktől kaptunk, ezt 2 hete kaptuk, ezt a peppásat, ugye, Vikiéktől elhozták nekünk a peppát, ugye, és örültél neki. És kapott Alex pókocskát, meg Noé is kapott egy csipikét. A csőriket mindig elfelejtem. Hogyha elmentél, akkor szerintem én ezt itt megcsinálom inkább én, és akkor tényleg 2, maximum 3 kicsi állatka maradjon itt, mert ez így szörnyű, Liza. Hoppá! Na és gyere, nézzük, anya rendelt neked valamit. Ugye, kibontjuk, jó? Na, vedd ki gyorsan, Liza. Na, mi ez? Ki van rajta? Cica. Masni, igaz? Fú, már hetek óta nézegettem egyébként ezeket a méri cicás leggingseket, és hozzá helyes kis zippes kardigánokat, és az a tök jó, hogy nem kapusznés, szóval kabát alá is simán fel tudja majd venni. És nagyon-nagyon, tehát a jogdíj miatt, ugye, nagyon drágák ezek a Disney jogdíj miatt, és le volt most, képzeljétek el, ez a, hát, hogy lettem egy picikét bund is, úgyhogy ez 2 hetetlen, tehát 98-ast, és őszre egy 104-es, mert tudom, hogy ez lesz a kedvence. Úgyhogy megnézzük a leggings is, bundás. Nem, a leggings az sima hurkol. Na jól van. Úgyhogy úgy láttam, hogy a 104-es. Nem, 104-es rendeltem, és 110-est, bocsánat. Jó, oké. Hát akkor 104-est összre, igen, beleszámítottam, hogy a Rizert az egy számmal minimum kisebb méretezés, és tudom, hogy a Rizának ez a kedvenc lesz, igaz? Hú, de sötét van így. Ablaknak háttal. Vagy? Tetszik, Liza? Igen. Hát, Masni emlékére rendeltem, és kiírom majd, hogy mennyi volt, de nézzétek meg, 3000 forint egy leggings, hát ez iszonyú drága, a felső pedig hát 4500 forint, durva, úgyhogy ebből ez akciós volt, és még lejött belőle valamennyi, szerintem még most is egyébként rendelhető, hogyha valaki szintén szereti a méris ruhákat. Tetszik, örülsz neki? Az a jó, hogy te olyan kis cuki vagy, hogy mindennek így örülsz, még most, igaz. Neked melyik a kedvenc mintád a pólókon? Mi legyen a póló? Már Noé ugye mindig tűzoltóautót szeretne, igaz? Semmi más nem hajlandó felvenni, csak tűzoltóautós ruhákat, igaz? Na, te neked mi tetszik? A cicák, igen, és még? A pillangót mondtad, nem? Akkor milyen még kislány minta, vagy kis tündér? Kis tündér. Kis tündér? Jó, el van tündér, vagy jó. Na, nézzétek, a 104-es felsőt fölvette a Liza. És fordulj meg, baba. És hát így pont jó rá. Úgyhogy mondom, egy számmal biztos, hogy kisebb. A Liza most olyan 95-96 centi magas, szóval 98-as ruhákat hord. Na, megtaláltuk a selfie botomat, a jobbat. Így jobb? Hát... Nem tudom. Pedig aztán süt a napocska, mondjuk ide nem, de világosan, na mindegy. Szóval legutoljára az aranygaluskát videóztam le, amikor azt készítettem, és akkor felhoztuk Lizának itt a kis alsó neműit. Én nem gondolom,
hogy ez így probléma lenne, hogy ezt így videóban nem mutatjuk, nem rajta mutatom meg nyilván, hanem hogy miket vettünk, igaz, Lisa? Na, szóval, ja, képzeljétek el, hogy ilyen behullámosodott a hajam. Így a másfél hónap betegség az influenza, és utána ugye az arcüreggyulladásom volt, és szedtem antibiotikumot, meg mindenféle ilyesmi, képzeljétek el, a hajam úgy döntött, hogy akkor most hullámos szeretne lenni, úgyhogy örülök. Örülök, hogy majd akkor még esetleg még vasalgathatja is a melyikát. Na, szóval meséld el, Liza, gyere, kukucs, hogy hogy történt ez a döntésed, hogy Verus helyett bugyikát hordasz, és nem pisítél be, igaz, nagyon ügyesen. Mert te már egy nagy kislány vagy, de cuki vagy, nagy kislány. Igen, jól van. Na, és akkor mutassuk meg, hogy anya miket vett neked elsőre, amik természetesen nem lettek jók Lizának. Egy pillanat, vissza. Nem tudunk úgy látszódni, hogy te is meg én így menjek össze, így picipen, várjál. Gyere, kicsit följebb, jó? Na, tessék. Nem tudom hátrébb eltenni, picit, ennyire tudom hátra eltenni a kamerát. Na jól van, szóval. Kezdem az elején, hogy ugye, mint mindennek, én nagyon szeretek így utána olvasgatni a dolgoknak, különböző Facebookos csoportokban megnézni korábbi ilyen posztokat, hozzászólásokat, kinek milyen típusú dolgok váltak be, és egyértelműen azokat a hasonlóket ajánlották, szóval ami ilyen kis, hát ilyen boxer formájú, azt írták nagyon-nagyon sokan, körülbelül 90%, hogy ez lesz kényelmes a kislányoknak, mert ugye a normál alakú, hát mondjuk egy fiúsat tudok mutatni, tehát ez azért egy kislánynak fiús, ugye fiús, igen, bevág. Úgyhogy nagy bőszen elmentem, és hát le volt árazva, és még ebből 50% a takkóban lejött, szóval nagyon-nagyon jó áron volt, hát megörültem, 98.04.24 éves, pont jó lesz a Lizának. Hát a Liza ebbe kétszer belefér, szóval ezt nem jött be, és hát ugye SOS-be kellett keresnünk valami megoldást, és tudjátok, hogy mi lett jó neki? Biztosan ismeritek anyukák ezt a kis fodrós kis bugyikát, a 80-as méretű pelenkatakaró bugyi lett jó neki, és hát ugye ebből azt hiszem, ez egy 3-as pak volt, 2 van most így itt nálam. Szóval hirtelen ezt tudtuk ráadni, illetve még a Noé-nak volt egy kis alsó naci, amit ő neki vettem, de szerintem neki már kicsi lesz, a 92-es, szóval egy ilyet. Tehát összesen 4 darab ilyen bugyival indultunk neki a szobatisztaságnak, úgyhogy másnap el kellett menni. Ezt adtunk a Lacival a kamponába, de akkor nézzük meg, vegyünk neki bugyikákat. És hogyha azt gondoljátok, hogy nagyon-nagyon hamar és könnyen lehet találni, de Liza is közvet mondja magáért, hát tévedtek. Kezdtük a C-undába, ja, még azt olvastam, hogy ami neki egy nyomott mintás kis, mit tudom én, Peppa, jégvarázs, bármilyen minta van rajta, az az első mosás után ugye nyilván le fog jönni, mert ezek nem nyomott mintek, hanem ilyen rávasalt. Liza. Hanem ezek ilyen rávasalt minták, úgyhogy ilyet nem szabad venni. Úgyhogy kezdtük a C-undába, nem találtunk. Majd mondom, ott van fölött a kínai üzlet, nézzünk benne, most képzeljétek el, megyünk fel a mozgó lépcsőn, és egy cincéjjel találtam magam szembe, ami hát hihetetlen volt, én nem tudtam, hogy a kampanában nyílt egy cincéj, sőt, azt sem tudtam, hogy ott van gyerekruha. Úgyhogy gyorsan beszaladtunk, megnéztük, és annak a bugyinak az anyag az, hát nem is tudom, mint egy kartonpapír, és nem 100% pamut, úgyhogy azt nem szabad megvenni. Úgyhogy mentünk tovább. És elérkeztünk a H&M-be, amit már mutatok is rögtön, mert ez ott az első, az, amit, hát úgy mondtam, hogy jó, akkor hozzunk el a Lizának. 92-es méretű, szintén, hát itt látszik a fotón, valamennyire egy ilyen kis boxerek, és egy darab maradt még, ami még nem volt mosva, hogy meg tudjam nektek mutatni,
miért kapott Eliza, szóval természetesen Mágyi Hippón is igaz. Ez a kedvenced? Úgyhogy az a baj, hogy látjátok, a mintája az ilyen rávasalt, úgyhogy sajnos, ha nem kifordítva, és nem mosózsákban mosom ki, akkor valószínűleg egy-két mosás és annyi lesz neki. Úgyhogy végül is elsőnek most olyat lettem, amit nem ajánlottak, de hát mindegy, hát Póni. Ugye az a cél most a gyerkőcnél, hogy minél ügyesebb legyen, hogy rá tudjuk ugye a szobatisztaságra szoktatni. És képzeljétek el, hogy nem is tudom hány darab van ebben, 5 darab kis, ilyen kis alsó nacika, 4000 forint, 3995 forint. Durva. Én egyébként azt hittem, ami reális lenne szerintem, az egy olyan, hát 200-250 forint, tehát annyira kis picikék ezek még. Na mindegy, ez volt a rendem. Utána következett a Resort üzlet, ami nagyon-nagyon cuki, egérkés, világos kék. Azt hiszem, 4 vagy 5 darabos pak volt az is, de valami 5500 forint, úgyhogy az nem. És akkor még elmentünk a Pepcóba, ahol hát végül is találtam, de ezeket az Oviba fogjuk majd beadni szerintem. És érdekes, ugye nálam volt a prototípus. És érdekes, hogy a méretek, szóval a H&M-ből ugye a 92-t vettük, és a Pepcósból viszont a 98-104 lett jó. A 92-98-as polcasztóan picike volt, úgyhogy ezeknek az anyaga, hát nem tudom, hát lehet, hogy 100% pamut egyébként. Megnézem gyorsan. 95% pamut és 5% elasztán. De olyan durva, és olyan, mint a szita, olyan ez a kis boxerke. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ebből 2 beadunk az Oviba, és 2 pedig betesszünk a... Hát a palánkázott táskába, vagy itt ugye a csereruhák, meg ilyesmik vannak szintén, ugye itt a nyomott minta. Nem sok jót várunk, tehát hogy mindennapos használatra én semmiképpen... Liza! De semmiképpen nem ajánlom a Pepcósat. Bár lehet, hogy valakinek bejött, vagy talált olyan, nem tudom, Mickey Eggeres, vagy Minnie Eggeres, lehet, hogy az picit jó minőség. Ezeket én nem találom annak, és ez 300 forint darabja, ez pedig 276, ami már úgy mondom, hogy szerintem ez most már egy reális ár, egyébként egy kis alsó neműért. És van még itt. Ugye, mivel jó lett neki a 92-es H&M, amit tökéletesen áll rajta, ezért vettem neki szintén H&M-ben egy unikorsat, ebben egyszer már nagyobbat megrendeltem online, mert az már nem volt a boltban, és tudom, hogy imádja ezeket az unikornisos kis mintás ruhákat, úgyhogy megvettem egyszer már, ebben ezt meg tudom én mutatni teljes egészében a csomagot, ez 3495 forint volt, 5 darab szintén, úgyhogy igen, és még a nextdirect.com-ról next kis bugyikat, ami már tényleg ilyen bugyi alakú, olyat is rendeltem. Na, meg szeretnél nézni? És ebből kimostam egy ilyen... Pont az utolsót, igen, tehát ebből volt még 2 benne. Kis tündérmintás és egy levélkemintás. És ez viszont már tényleg ilyen kis bugyika alakú. És ez gyönyörű. Ennek az árát így nem tudom, azt hiszem 4200, vagy valami ilyesmi volt, ez viszont már tényleg 100% pamut, és gyönyörű, úgyhogy ebből még megrendeltem, ez a 92-98-as méret, azt hiszem. Nem, 98. De, 92-98, csak így van ráírva. Szóval ebből ez lett jó neki, és akkor megrendeltem még a 98-104 és a 110-116-ot is, az annyira gyönyörű, hogy azért legyen neki azért ilyen alakú is, kipróbáljuk. Hát lehet, hogy a Lizának ez fog beválni, viszont ugye nekünk, köszönöm, most a nyár közeledik, és a nyáron ugye nagyon-nagyon sok ilyen hosszú, egy
de ruhát hord, ugye a Liza, és neked ugye homokoznak, csúszáznak, stb. Szóval én nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen kicsike bugyika legyen csak a nagy lenge ruha alatt. Mindenképpen olyat szerettem volna nyárra, ami ugye ez a boxer anyagú. Úgyhogy ez, és akkor lehet, hogy majd mondjuk itt ére, vagy leggings alá jó ez, de hogyha csak egy ilyen kis lengeruha van rajta, akkor szerintem ez a boxer ez sokkal jobb ötlet, úgyhogy nem tudom, írjátok meg, hogy ti hogyan kezdtétek ezt a leszoktatós korszakot, hogy ti hogy gyertetek, mekkora méret kellett. Ugye Liza most 3,5 éves, és azért egy 3,5 éves gyerkőt azért nem koraszülölt, hanem egy normál időben született gyerkőc, azért szerintem már a 98-104-es méretet hordja, úgyhogy az jó lehet, de ugye ez elég picike, úgyhogy így vadászni kellett a kisebb méreteket, és ez is érdekes, hogy üzletenként, Liza, ne a cipőtalpát mutasd ide. Szóval ez is érdekes, hogy vadászni kellett üzletenként, és prototípussal a táskában mentem érte, úgyhogy igen. Örülsz, hogy már nincs Veluska? Nappalra. És ügyes vagy az Oviban is? Oviban mikor adnak rá pelust? Ebéd után? Miért lettél ilyen kis szégyenlős? Miért lettél? Mondjad! Ebéd után, amikor mentek aludni, akkor kapsz egyedül pelust, ugye? Megint Paktika vagyunk! Futás! Elkezdesz, Liza? Sziasztok!